osztály számára. Köszönöm szépen. 200 ezer forintos adományt ad át Rózsa József a Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztályának. Az adományok tavaly decemberben az adventi falu gyermekvarázs mesefalujában felállított karácsonyfa díszeinek árából gyűltek össze. Azt meg tudom ígérni, hogy jó helye lesz az adománynak, és hogy továbbra is lehetőleg magasabb szinten fogjuk gyógyítani a gyermekeket, és megteszünk mindent azért, hogy a lelkük az idebent lét alatt az minél békésebb legyen. Első alkalommal szervezte meg a sportcentrum a karitatív gyűjtést. A december elején még üresen álló karácsonyfára 400 forintért vásárolhattak az érdeklődők díszeket, amelyeken akár üzeneteket is küldhettek a gyermekosztályon gyógyuló gyerekeknek. A legtöbb vásárló élt a lehetőséggel, a többi között az osztály dolgozóinak munkáját és törődését köszönték meg, valamint gyors gyógyulást kívántak a gyerekeknek. Azt kell, hogy mondjam, és számunkra ez nagyon fontos, hogy vannak emberek közöttünk, akik jó szívvel és adakozóan tudnak erre gondolni, és hogyha kis, pici, apró ajándékokra gondolunk, akkor igenis mozdulnak erre a szolnokiak. A mintegy 300 adományból befolyt összeget a sportcentrum 200 000 forintra egészítette ki.